Jó reggelt kívánunk! Ez már a napindító, én Zavaros Eszter vagyok. Kezdjük műsorunkat, és kiemelten foglalkozunk az Izraelért támadás sorozattal, de természetesen egy-két gondolat erejéig foglalkozunk az orosz-ukrán háborúval is. Például azzal, hogy Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszky a NATO koppenhágai parlamenti közgyűlésén hétfőn elítélte a Hamász iszlamista szervezet izraeli támadását. Kiemelte és megvádolta a palesztin csoportot, hogy büszkélkedik a tagjai által elkövetett atrocitásokkal. Ami pedig Izraelt illeti. Az izraeli csapatok visszaszerezték az ellenőrzést a gázai övezet szomszédságában lévő összes város felett, de a palesztin szervezetek tulajdonképpen is terrorista csapatok megfenyegették Izraelt, hogy amennyiben behatolnak a gázai övezetbe és megpróbálják ellenőrzésük alá vonni ezt a térséget, akkor azt a 130 túszt, akit továbbra is maguknál tartanak, egytől egyik kivégzik. A Herek című izraeli újság információja szerint egyébként több mint 130 civilről beszélünk. A BBC jelentése szerint közel 2000 ember halt meg mind a két oldalon október 6-a óta, amióta elindult ez a terrorcselekmény sorozat. Sonkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel fogjuk elemezni ezeket a híreket, és beszélünk persze a legfrissebb fejleményekről. Aztán érkezik hozzánk Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzője. Vele arról beszélgetünk, hogy milyen is ez a vas kupola rendszer, ami ugye Izrael tulajdonában van, milyen fegyverrendszerekkel harcol egyaránt az izraeli, egyaránt a palesztin oldal. Aztán jön hozzánk, Skype-on keresztül jelentkezik be Dunda György tudósítónk, vele is beszélgetünk a legfrissebb háborús hírekről, és érkezik hozzánk majd Marosi Antal haditudósító kollégánk is, jöjjön háborús összeállításunk. Több területen is újabb rakétatámadás érte Izraelt, válaszul a zsidó állam komoly légicsapásokat mért Gázára és Libanon területére. Izrael ezután bejelentette, hogy visszavették az ellenőrzést minden korábban elfoglalt település felett a gázai övezet mentén. A halálos áldozatok száma 900-ra emelkedett csak Izraelben, Gázában pedig 690 halottról tudni. Oroszország és az Arab Liga tűzszünetre szólította fel Izraelt és Palesztinát. Megszólaltak a riasztók Izrael-Libanonnal határos területein is. Ugyanis a gázai övezetből és Libanonból is rakétákkal kezdték lőni Izraelt, ami arra utalhat, hogy a Hezbollah aktívan is beszállt a háborúba. Asdód városába több rakéta is becsapódott, a felvételek szerint járműveket ért találat. Izrael csak az első célpont volt, figyelmeztetett a Hamász radikális palesztin mozgalom vezetője. Mahmoud Az-Zahar az interneten keringő videóban világuralomra szólít fel a The Jerusalem Post beszámolója szerint. A mi törvényeink lesznek érvényben az egész bolygón. Nem lesznek többé zsidók vagy keresztény árulók. Nem lesznek gyilkosságok és bűncselekmények, mint amilyenek a palesztinok és az arabok ellen követtek el az összes arab országban, Libanonban, Szíriában, Irakban és más országokban. Az iszlamista terrorszervezet arról is hírt adott, hogy a gázai övezetben végrehajtott izraeli robbantások 4 izraeli foglyot is megöltek. Korábban a szakemberek felvetették, hogy azért is ejtettek túszokat a palesztin terroristák, hogy élő pajzsként használják őket azoknál a célpontoknál, amelyeket az izraeli hadsereg várhatóan támadni fog. Az izraeli hadsereg pedig bejelentette, hogy zárt katonai zónát hoz létre a gázai övezet területén. A teljes ostrom részeként Joav Gallant, Izrael védelmi minisztere elrendelte Gáza teljes blokádját, beleértve az élelmiszert és a vizet is. A hadsereg szóvivője szerint 100 000 tartalékos katonát gyűjtöttek össze a gázai övezet közelében, felkészülve a Hamász ellen folyó háborúra. További 300 000 tartalékos katonát hívtak fegyverbe, így ez lehet az ország történetének legnagyobb ilyen jellegű bevetése. Az izraeli haderő képviselői közben bejelentették, hogy visszavették az ellenőrzést minden korábban elfoglalt település felett a gázai övezet mentén. Amerikai képviselők is Izraelben tartózkodtak, pont a veszélyeztetett területeken, ráadásul úgy, hogy nekik is ilyen pánikszobákba kellett bemenekülni, meg fegyverrel kellett felkészülni, hogy meg kell védeniük saját magukat, amíg az Egyesült Államok és az izraeli hatóságok ki tudták őket menteni az országból. Vagyis ez azt jelenti, hogy a CIA se tudott semmit arról, hogy mi fog bekövetkezni. A katonai szakértő szerint ez azt mutatja, hogy a Hamász rendkívül felkészült volt. Szombat reggel Izraelt 5000 rakétacsapás érte 20 perc leforgása alatt Gáza felől, ami után Jeruzsálem hadiállapotot, illetve teljes körű katonai mozgósítást rendelt el. Az izraeli vezérkari főnök pedig súlyos válaszcsapásokat ígért.
És csatlakozott hozzám Sonkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És Gannár Barna külpolitikai szerkesztő kollégám. Jó reggelt, köszöntöm a nézőt. Jó reggelt kívánok! Itt azt beszéltük, hogy most már beszélhetünk a 6. arab-izraeli háborúról. Sonkuti Bálint mondta. Barna, a háborúval kapcsolatban mik a legfrissebb hírek? Hát ugye folyamatosan történnek, és a legfrissebb képeket fogom megmutatni mindjárt a nézőknek, illetve nem is mindjárt azon nyomban megmutatom a legfrissebb képeket. A nézőknek először egy térképet fogok mutatni önöknek, amelyen látható lesz mindjárt egész Izrael, csak azért, hogy képbe kerüljünk, hogy pontosan hol található a gázai övezet, illetve hol található azok a területek, amelyekről szó van jelen pillanatban. Íme megjelent ez a térkép itt mellettem, ugye konkrétan erről az övezetről van szó, amely mint egy ilyen 41 kilométer hosszú és 6 és 12 kilométer között változik a szélessége. Ez egy ilyen kis zárvány, amely gyakorlatilag blokád alatt volt, nem teljes blokád alatt, mint ahogy most van jelen pillanatban, de egyfajta blokád alatt volt, izraeli blokád alatt volt, tehát elméletileg erre a területre nem nagyon lehetett bevinni, csak humanitárius célú, nyilván üzemanyagot, élelmiszer, gyógyszert és hasonló dolgokat. Ugye innen indult ki ez az egész. Ami fontos mégis ezen a térképen kell megmutatnom, az Libanon helyzete, a libanoni határ. Ugye itt is rendkívül feszült a helyzet. A libanoni határon és történtek most az elmúlt napon harci cselekmények, és ezek a harci cselekmények válaszcsapásokat váltottak ki Izrael részéről, tehát rakétatámadásért izraeli területet, és izraeli hadsereg pedig válaszolt, és erre a határszakaszra is komoly haderőt vonultatott fel. Ugye Libanon, amely a Hezbollahnak az otthona, egy másik arab szervezet, amelynek a székhelye ugye Beirut, politikai és katonai szárnya is van ennek a szervezetnek, és teljes mellszélességgel támogatják a gázai-palesztin harcokat. Aztán a következő térkép Gázát tudom még megmutatni, hogy pontosan íme itt látható az a terület, amelyről szó van, és föltüntettünk néhány települést, ennél jóval több van. Azért jelöltük őket még zölddel, ugyanis itt még a tegnapi napon harcok folytak ezeken a részeken, és ezeken a településeken itt túszokat tartottak, fogva bezárkozták, egészen idáig eljutottak ugyanis a palesztin fegyveresek, és túszokat szedtek, illetve az útjuk során, ahol motorral, autókkal, mindenféle eszközzel gyakorlatilag el tudtak jutni több településre, és hát ugye ez a leghíresebb volt gyakorlatilag Szderót, ahonnan nagyon sok érkezett, egy 30 ezres izraeli település, amelynek az utcáin palesztin fegyveresek tűntek föl, és hát ahogy a képek tanúsága szerint ugye mindenkire lőttek, civilekre. Gyakorlatilag tegnapi hír Beri nevű településről, amely itt található, hogy be tudtak tegnapi nap folyamán jutni oda a mentőegységek, és 100 holttestet találtak, akiket a fegyveresek lemészároltak ebben a kibucban. Ez egy ilyen kis település volt, egész közel a gázai övezethez, néhány kilométerre mindössze. De ezek ilyen hasonló esetek derülnek, tehát kiderülnek gyakorlatilag napról napra, és akkor a legfrissebb képeket tudjuk önöknek mutatni, amelyek a gázai övezetből érkeztek az éjszaka folyamán, íme itt láthatóak. Gyakorlatilag folyamatosak a légi csapások és a támadások. Az izraeli hadsereg több száz, vagy az is lehet, több ezer légicsapást hajtott már végre Gáza ellen, gázai övezetben lévő másik települések ellen, vagy Gáza város része ellen, és ez egy általános éjszakai kép, így nézett ki egész éjszaka Gáza, mindenhol lángok voltak, és égett gyakorlatilag a város. Az izraeli hadsereg szóvivője az éjszaka folyamán. Izrael ellenőrzése alá vonta a gázai övezet határát, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag visszaszorította a fegyvereseket oda, ahol szombat előtt voltak, gyakorlatilag a gázai határt övező kerítés mögé. Az elmúlt 24 órában nem szivárogtak be fegyveresek Izrael területére, ezt is a szóvivő jelentette be, valamint arról is beszélt, hogy elaknásítják azokat a területeket, azokat a részeket a határ mentén, ugye kerítéssel van Gáza körbevéve, ahol áttörtek a palesztinok, azokat el fogják aknásítani, hogy ne tudjanak átjönni a palesztin harcosok. És azt is hozzátett, hogy nincsenek arra utaló jelek, hogy a határ alatt alagutak húzódnának, ugye ezeken az alagutakon át tudnak jutni, úgyhogy nem a felszínen jönnek, hanem ugye alul titokban át tudnak jutni, emeltek a fegyveresek, nem most azt állítja, hogy ilyen alagutak nincsenek, amelyeken át tudnának jutni. Aztán ugye a Hamas azzal fenyegetőzött, ahogy azt Eszter is elmondta az elején, ugye a Hamas azzal fenyegetőzött, hogyha netán az izraeli hadsereg
esetleg belépne Gáza területére, ami jelen tudásunk szerint még nem történt meg, csak légicsapásokat hajtottak végre, viszont rettentő nagy haderőt vonultattak fel itt a határon. Szóval, hogyha bevonulna és megtámadná a fegyvereseit, akkor kivégzik a túszokat. Ugyanezt mondták bombázások esetére is, hogy egyesével szépen le fogják lőni ezt a bizonyos hírek szerinti 130 körüli túszt, akit elhurcoltak Gázába. Aztán Benjamin Netanyahu. A Hamas támadása, amelyel ártatlan izraelieket céloztak, elgondolkodtatóak, mondta az izraeli miniszterelnök, ugyanis családokat mészároltak le az otthonaikban, és ezzel kapcsolatban az iszlám államhoz hasonlította Hamaszt, egész pontosan ezt mondta. A Hamas az iszlám állam, és ahogy a civilizációs erők egyesültek az iszlám állam legyőzésére, támogatniuk kell Izraelt a Hamas legyőzésében is, tehát gyakorlatilag párhuzamot vont a két szervezet között, és meg azt is egy másik interjúban, amelyet a televízióban mondott el, ezt mondta, nemzedékek fognak emlékezni Izrael Hamas elleni válasz lépéseire. Nagyon komoly fenyegetések hangzottak el, aztán azt is tudni kell a mai nap folyamán, hogy tegnap ugye blokád alá helyezte a hadsereg a teljes gázai övezetet, ez most teljes blokádot jelent, tehát gyakorlatilag energia áramszolgáltatást tehát áramszolgáltatás megszűnt ezen a területen, és nem juthat be semmi, semmilyen se üzemanyag, se élelmiszer, se gyógyszer. A segélyszervezeteknek sem engedik meg elméletileg, hogy bejussanak. Ezzel kapcsolatban az ENSZ annyit közölt, hogy mintegy 13 ezer munkatársuk tartózkodik jelen pillanatban a gázai övezetben, és rendkívüli módon fogyóban van az élelmiszertartalék, a gyógyszer, míg néhány napig tudják húzni ezt az időszakot, de valószínűleg azok után teljesen el fog minden fogyni, hogyha nem engednek be új segélyszállítmányokat, és akkor még annyit érdemes a mai hírekről elmondani, hogy Mahmoud Abbas, ugye a palesztin autonóm szervezet elnöke, ugye amely nevezzük palesztin elnöknek gyakorlatilag, amely nem hivatalos országnak az elnöke, hanem csak a szervezetnek, a palesztin autonóm hatóság első embere, ugye Moszkvába készül tárgyalni, elméletileg Vlagyimir Putyinnal, és a békéről szeretnének tárgyalni, hogyan lehetne tűzszünetet kiharcolni egyáltalán ez idáig. Ezek voltak a legfrissebb hírek innen a izraeli határ ügyében, illetve az izraeli háborúról, és akkor Somkuti Bálinttal kezdődik a beszélgetés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ezek a legfrissebb hírek, amelyek arról szólnak, hogy gyakorlatilag teljes zárlat alá veszik a gázai övezetet. Ezek most mit jelentenek? Ez már tulajdonképpen annak az előkészületei, hogy az izraeli hadsereg nagyon rövid határidőn belül ténylegesen be fog lépni a gázai területre. Igen, pontosan a sajtóban már meg is jelent a műveletnek a neve, amely Vaskardok Iron Swords névre hallgat, és a miniszterelnök feladatszabása szerint Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy a Hamasnak azokat a képességeit, azokat a lehetőségeit kell felkeresni és elpusztítani, amelyek ezt a támadást lehetővé tették, illetve a jövőben bármilyen hasonló támadást esetleg lehetővé tehetnek. Ez azt jelenti, hogy az egész nagyon sűrűn lakott gázai övezetet át kell fésülni, fegyverlerakatokat, fegyvergyárakat, vezetési központokat, ilyesmiket fognak keresni, illetve nyilván vannak információk arról, hogy kik személy szerint azok, akik ebben a terrortámadásban részt vettek és kik vezetik a Hamaszt, valamint nyilván a túszokat is igyekeznek megtalálni és kiszabadítani. Ez egy rendkívül összetett feladat, egy ilyen szinten sűrűn lakott, a képen látható módon toronyházak által övezett területen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz katonai művelet, itt a tüzérségi légierő felé nem nagyon érvényesül, hiszen a gyalogságra hárul szinte minden feladat. Viszont a lakosság része a hírek szerint nem hagyta el a várost vagy az övezetet annak ellenére, hogy erre felszólították őket. 1,2-1,5 millióan lakják ezt a területet, és közel 200 000-en hagyták csak el a területet a hírek szerint, úgyhogy itt nagyon-nagyon súlyos harcok és nagyon-nagyon súlyos civil áldozatok várhatóak. Én azt kérdeztem még az adás elején, hogy tulajdonképpen beszélhetünk-e arab háborúról, meg is le is egyeztettük, hogy a hatodik arab-izraeli háborúról beszélünk, hogyha ez már a hatodik, akkor mi az eddigi tapasztalat, hogy ezek a különböző egyik vagy másik fél által kezdeményezett háborúk hogyan végződtek? Mi volt tulajdonképpen a végleges konklúzió ezekből a háborúkból, és most ebben a háborúban mi várható?
Az alapvető kiinduló pontot az jelenti, hogy 1948-ban, amikor létrejött Izrael egy ENSZ határozat alapján, ezt a környéken élő arab törzsek, akiket most Palesztinek hívunk, illetve a környező arab államok, amik ekkor már megalakultak részben brit gyarmatokból, részben francia területekből, ugye Szíria, Jordánia, Irak, Egyiptom nem fogadták el, és megindítottak egy háborút, amelynek az volt a célja, hogy megszüntesse a frissen létrejött zsidó államot. Ez nem sikerült, és azóta gyakorlatilag az Izrael úgy megerősödött, hogy katonailag már nem lehet olyan helyzetbe hozni, pláne egy atomhatalomról beszélünk, amelyet ugye nem szoktak hivatalosan elismerni, de ettől még tény, hogy rendelkezik Izrael atomfegyverekkel. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ahol egyik fél sem tud győzelmet elérni, katonai és politikai sikereket elérni. Katonailag ugyan Izrael többször megvédte magát, és volt olyan háború például 67-ben, amikor egy megelőző csapással megakadályozta a támadást. Ugye 73-ban a klasszikus Jom Kippuri háborúban, aminek az 50. évfordulóján volt ez a terrorista támadás, akkor az arab államok meg tudták lepni Izrael, de végül győzelmet aratott, először rendkívül komoly győzelmet aratott. Ezután Egyiptom már békét is kötött vele, Jordánia még hamarabb kiszállt egyébként ebből a koalícióból. Tehát igazából a palesztinok maradtak, illetve Libanon és Szíria, aki nem fogadja el a kialakult helyzetet. Innentől kezdve ezek a felfellobbanó konfliktusok is benne van a pakliba, és várható volt, hogy a 2006-os Hezbollah izraeli háború után most kirobban egy ilyen konfliktust. Azért merem hatodik arab-izraeli háborúnak hívni, hiszen itt azért vannak viták, hogy a Hezbollah 2006-os támadása volt-e a hatodik arab-izraeli háború, mert úgy tűnik, hogy az északi frontvonal Hezbollah, Libanon, Szíria sem fog kimaradni ebből a konfliktusból, és ez már egy regionális háborút jelent. Mi lehet a Hamász célja, vagy mi lehetett a Hamász célja ezzel a szombati támadásról, ugye rendkívül összehangolt támadásról van szó, hogy mi beszélgettünk itt előtte, hogy a földön, vízen és levegőben is egyszerre egy időben indított támadásokról van szó. Most ha kivonjuk belőle azt, hogy kiállhat még a háttérben esetleg segítőként, akkor mi lehet a cél? Mit akartak ezzel elérni, vagy előmozdítani? Nagyon érdekes, hogy a Trump elnök által kezdeményezett Ábrahám megalapodásokból, mintha kifelejtették volna a palesztinokat. És elindult a közeledés a térség befolyásos arab államai és Izrael között, itt elsősorban a Szaúd-Arábia az egyik fő játékos, és ez a támadás egyértelműen arról szólt, hogy a palesztinok rendezetlen helyzetét visszategye az asztalra. Most, hogy ebben a rendezetlen helyzetben ők maguk is jócskán hozzájárultak, hogy a helyzetet rendezni, arról most ne beszéljünk, mert igazából nem is biztos, hogy közvetlen összefüggés van a két tény között. Ettől függetlenül az, hogy a palesztin kérdés, amely kikerült a nemzetközi közösségnek a látóköréből, és tegyük hozzá az érdeklődési köréből is, azt most brutális erővel tették vissza, és állati kegyetlenséggel helyezték vissza ezt a kérdést az asztalra. Az az igazi, mondjuk így fennmaradó kérdés hosszabb távon, hogy ezt hogy fogja tudni és hogy fogja kezelni Izrael. A miniszterelnök szavaiból az látszik, hogy rendkívüli módon elszánt és rendkívüli módon határozott abban, hogy ezt a kérdést egyszer is mindenkorra megoldja. És nem szabad elfejteni, Netanyahu-nak a testvére volt, aki az Entebbei, a híres Entebbei túlszabadítást vezette, amikor meg is halt egyébként ejtőernyős, úgy emlékszem, ezredesként. Tehát egy olyan emberről beszélünk, akinek személyes tapasztalatai vannak, és személyes, mondjuk így rendezni való is van ezen a területen, ami nyilván nem azt jelenti, hogy a politikusi döntései fölé fogja helyezni a személyes érzelmeit, hanem azt jelenti, hogy pontosan rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amiket a megelőző kormányzatnak a tagjai lehet, hogy nem rendelkeztek vele. És hogy egy ilyen helyzet előállhatott, az azt mutatja, hogy az izraeli biztonsági erők, és itt nem csak a hírszerzésről beszélünk, hanem a katonai rendvédelmi erőkről is valamilyen szinten mondjuk így a biztonság illúziójában ringatták magukat, és az, hogy meg lehetett rendezni egy technofesztivált néhány kilométerre a gázai övezettől, amit szigorúan vesszük izraeli szempontból sárkánynak a barlangja, anélkül, hogy komoly katonai vagy rendvédelmi biztosítás lett volna, ez egy nagyon komoly mondjuk így gondokra vett fényt. Beszélhetünk arról is, hogy tulajdonképpen Izraelnek lenne más opciója. Vajon tehát csak ez az nagyon szigorú háborús fellépés, ami rendkívül kemény válaszcsapásokat, ahogy látjuk is a képeken, meg még gondolom következik is, vagy nekik nincsen más lehetőségük ezzel, gyakorlatilag csak ez? Egy ilyen típusú terrortámadás, ilyen típusú brutális, bestiális kegyetlenséggel kapcsolatban egyetlen más államnak sem lenne más megoldása, mint a létező legkeményebben visszavágni, mert ha egy ilyen erőszaknak enged, akkor onnantól kezdve egy olyan gyengeséget mutat meg, amely fölbátorít minden mást, vagy mindenki mást, hogy vele szemben ilyen brutális erőszakot alkalmazzon. És több emberrel kellett vitatkoznom az interneten, hogy
biztos, hogy egy helyzet, kialakult helyzetben sose egy féli a teljes felelősség, de amikor a civil lakosság, az ártatlan civilek elleni ilyen tömeges méretű és brutális erőszakot látunk, akkor arra nem lehet más válasz, csak az, hogy ezeknek az embereknek valamilyen szinten, akik egy ilyen bestialitásra képesek, azoknak pusztulniuk kell. Mert különösen a Hamász vezérének az üzenetét figyelembe véve, amely arról beszélt, hogy nem csak a zsidókra, hanem a keresztényekre is ki kell terjeszteni ezt a fajta bánásmódot, ez már Európa számára, hiába gondolják egyesek, hogy ők nem keresztények, a Hamász szemébe azok, ez egzisztenciális fenyegetés is lehet akár. Az Arab Liga, bocsánat, még egy kérdés, az Arab Liga hogyan reagált mindenre? Szerintem nagyon fontos, hogy a környező államokat bevonjuk ebbe, Egyiptomot, Jordániát, nyilván Szaúd-Arábiát, Iránt. Azért nagyon érdekes a helyzet, mert az Arab Liga hivatalosan, legalábbis egy ma reggeli információ szerint még nem reagált az eseményekre. Nyilván az adott államok vérmérsékletük és a konfliktusban elfoglalt helyük szerint reagáltak arra, hogy mi történt. Ugye a Szaúd-Arábia is tűzszünetre és önmérsékletre szólított föl, tehát nem mulasztotta el kihangsúlyozni az izraeli felelősséget a kialakult helyzetben, de nem állt konkrétan bele a konfliktusba. Jordánia katonailag nincs azon nincs abban a helyzetben, társadalmilag se, hogy aktívan részt váljon, úgy valószínűleg ugyanaz a szerep hárul rá, mint az iszlám állam elől menekülők estében, hogy befogadja a menekülőket, és igyekszik egy biztonságos menedéket nyújtani nekik. Egyiptom egy nagy kérdés. Itt ugyan a hírek szerint mozgósították a második hadsereget, amely az izraeli határos területeken van, de ez egy normális válasz. Tehát ugyanúgy előfordulhat, hogy terroristák rátámadnak Egyiptomra, mert erre is volt már precedens, tehát nekik a biztonsági szintet fokozniuk kell, de ez nem jelenti azt, hogy valamilyen szinten katonai közbe akarnak avatkozni. Nagyon érdekes, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan szempontból érdekes lehet Amerika helyzete ebben a konfliktusban, hogy Washington közölte, hogy további fegyvereket szállít a zsidó államnak, mert az Egyesült Államoknak egy repülőgép hordozója Izrael közelében tűnt fel. A Hamász egyébként agressziónak minősítette ezt a lépést Amerika részéről, ami nyilván vicces ilyen értelemben. Tragikomikus, igen. Közben nekem felmerülnek a szeptember 11-i események, és eszembe jut az, hogy nem lehet-e mondjuk egyébként a Hamásznak összeverődve, vagy mondjuk akármilyen más terrorista, dzsihadista szervezetekkel esetleg ismételten Amerikának egy olyan válasza, ami akár hasonlíthat a szeptember 11-i eseményekhez? Ez egy kitűnő kérdés. Gyakorlatilag a terroristáknak mindig egy nagyobb média nyilvánosság elérése a céljuk. Tehát minden egyes terrorcselekménynek az a célja, hogy reakciót váltson ki a médiából és ezáltal a közvéleményből. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy az Egyesült Államok ilyen szinten kiállt Izrael mellett, és a demokrata kormányzat, ami híresen nincs jó viszonyban Netanyahu kormányzattal, azonnali korlátlan támogatásáról biztosította Izraelt, az egy jelentős eredmény, és egyben azt is mutatja, hogy a közelgő amerikai választásnak milyen hatása van arra, hogy a politikai vezetés hogy dönt. Tehát az Egyesült Államok lakossága korlátlan és feltétlenül támogatja Izraelt, és ez alól a demokrata kormányzat sem tudta kihúzni magát. Az, hogyha az Egyesült Államok várhatóan beszáll Izrael oldalán ebbe a konfliktusba, az amerikai részről jelenthet egy könnyű és egyszerű háborút, hiszen egy terrorista szervezet elleni légicsapás az minimális veszteségekkel jár, de rendkívül látványos eredményekkel, és itt sajnos hozzá kell tennem, hogy sok civil áldozattal. Onnantól kezdve viszont van egy olyan könnyű és gyors győzelem, egy jól prezentálható háború, ami jól jön az elhúzódó ukrán háborúnak az árnyékába, és a demokrata kormányzat meg tudja mutatni a választóknak, hogy bizony nem feledkezett el a szövetségesek támogatásáról, és bármikor képes és akar is beavatkozni a világon zajló eseményekbe. És ha már az ukrán háborút említette, egy kicsit olyan érzésem van, mintha az ukrajnai hírek eltűntek volna a sajtóból, most mindenki Izraelre koncentrál. Ennek a hátterében mi történik most Ukrajnában? Most mindenki elfordult onnan egy kicsit, tehát a szövetségesek is mindenki kicsit Izraelre tekint, kicsit a súlypontok eltolódtak a világban? Abszolút mértékben, ugye ez is egy hivatalos orosz kommunikációnak a része, és ebből kifolyólag az embernek a megfelelő fenntartások kell kezelni, de például a TASZ-nak a honlapján az orosz-ukrán háborúnak a címkéje lekerült, és érte az arab-izraeli háború van. Tehát, hogy ez Oroszországnak nagyon jó jött abból a szempontból, hogy a figyelem most Izraelre összpontosul, több okból kifolyólag. Az elhúzódó és jelentős eredmények nélkül zajlódó ukrán ellentámadás az gyakorlatilag érdektelenné válik, hiszen lényegében az óriási véráldozatokon kívül nem történik igazából semmi ebből a szempontból, a közvélemény szempontjából. És innentől kezdve az egész
konfliktus háttérbe szorul, hogy a Zelenszkij elnök ezt nagyon jól érzékelt, és hozzá mérhető, szokásos, tegyük hozzá, szinte hisztérikus kirohanásába ezt a világ tudomására is hozta. Hát olyannyira, hogy a NATO koppenhágai parlamenti közgyűlésen hétfőn fel is szólalt Volodymyr Zelenszkij, aki egyébként természetesen elítélte a Hamas iszlamista szervezet Izrael elleni támadás sorozatát, megvádolta a palesztin csoportot, hogy büszkélkedik a tagjai által elkövetett atrocitásokkal. Eredményezheti ez azt, hogy mondjuk a nyugat-európai, akik most egy országként Izrael mellett állnak, tehát a nyugat-európai országok és esetleg az Egyesült Államok visszavesz az Ukrajnát eddigi támogató óriási erőkből, tehát erre lehet számítani, hiszen most úgy, ugye, mint ahogy hallottuk, Amerika most kifejezetten megpróbálja Izraelt segíteni. Pontosan, ez egy nagyon logikus és várható következmény. Európa már nem nagyon tud azon kívül segíteni, hogy humanitárius vagy pénzügyi segítséget ad, katonait nem tud, korábban sem nagyon tudott volna. Az Egyesült Államokon van most a világ szeme a szó összes értelmében, és az biztos, hogy most azok az igények, amelyet Izrael védelmére szükség van, például légvédelmi rakéták, vagy olyan precíziós lőszerek, amelyeket fel tudnak használni a Hamas elleni küzdelemben, azok abszolút prioritást élveznek. Innentől kezdve Ukrajna elkerülhetetlenül hátrébb sorolódik ebben a témában, úgyhogy ez egy nagyon káros fejlemény az ukránok szempontjából, hogy ez a konfliktus kitört, de hát a világon nagyon sok olyan dolog van, amit egymástól függetlenül meg szokott történni, úgyhogy nem hiszek azoknak, akiknek valami nagyon komoly világösszeesküvés sejtenek a háttérben, egészen arról van szó, hogy ahogy az Egyesült Államok és a nyugat befolyása gyengül, amely ezeket a konfliktusokat a szőnyeg alá söpörte, úgy fog egyre több és több ilyen konfliktus a felszínre kerülni. Lehet, hogy nagyon radikális a kérdés, de elképzelhető, hogy ez az Izraelt és ugye az izraeli arab háború az gyakorlatilag el is döntheti az orosz-ukrán konfliktust? Abból a szempontból mindenképpen, hogy már láttuk azokat a tendenciákat, amelyeket a csökkenő nyugati támogatás mutatott Ukrajna irányába, onnantól kezdve, hogy egy újabb fókusz, egy újabb küzdelem, ráadásul egy ilyen brutális küzdelem kerül a figyelem középpontjába, ez nagyon komolyan befolyásolhatja azt, hogy Ukrajna milyen típusú támogatásokat kap, úgyhogy nem túlzás azt látni, hogy jelentős esélye van ennek az állítás megvalósulásának. Mennyit bír finanszírozni még az Európai Unió ezekből, és mennyit bír az Egyesült Államok? Szóval hol fog megszakadni ez a vonal? Tehát az Egyesült Államok kibírja ezt, hogy most ugyan leálltak, csak az ideiglenes támogatások vannak meg ugye Ukrajna irányába, viszont beígérték a fegyvereket már Izrael számára. Ellenben figyelniük kell a távol-keletre is, ugye nekik Kína és Tajvan viszonylatában ugye sok stratégiai pozíciójuk van, amiket tartani kell. Szóval, hogy mennyit bír az Egyesült Államok tartani, és mennyit tud az Európai Unió Ukrajnában tartani? Ez egy kitűnő kérdés, nagyon szeretnék pontosan válaszolni rá, és ha tudnék, akkor valószínűleg teljesen máshol tölteném az időmet. Az a helyzet ezen a területen, hogy már az ukrán háborúnak a költsége is, hiába igyekezett a sajtó úgy eladni, hogy ez egy rendkívül könnyen és egyszerűen finanszírozható művelet, már az ukrán háború költsége is megterhelték az európai és az amerikai költségvetést is. Mindig el szoktam mondani, hogy körülbelül 10% az amerikai hadsereg költségvetésének az összeg, amit csak ebbe az évbe Ukrajnára fordítottak, ez a teljes éves költségvetésnek a 10%-át fordították 9 hónap alatt Ukrajnára. Tehát ez azért nagyon-nagyon komoly összeg, és ez minden egyes rendszer, minden egyes költségvetés megterhelni. Az Európai Unió esetében nem tudok pontosan ilyen számot mondani, de az EU is már 100 milliárd euró környéki összegben támogatta Ukrajnát, ez is hiányzik az európai büdzséből. Tehát még egy hasonló méretű, még egy hasonló összegben megnyilvánuló támogatás az Európai Unió sem az Egyesült Államok nem fog elbírni, ebben szinte biztos vagyok. Ilyet megpróbálhatják teljesíteni, de akkor a jövő teljes eladósítása az ára. És ezt előbb-utóbb a polgárok meg fogják elégelni, ugye már látjuk a német választásokon, a Németországban is megjelentek azok a hangok, amik a konfliktusnak a lezárását, minél hamarabb befejezését szorgalmazzák, és olyan politikai pártok kerültek pozícióba, akik nem támogatják ezeket a küzdelmeket. Tehát gyakorlatilag látható az, hogy az európai és amerikai figyelem is, vagy türelem is fogytán van. Somkuti Bálintnak köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszönjük. Hamarosan folytatjuk, pár perc szünetet tartunk, érkezik hozzánk Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzőre. Vele a 6. arab-izraeli háború fegyverrendszereiről és fegyvereiről fogunk majd beszélni, tartsanak velünk. Folytatjuk napindító című műsorunkat, itt vagyok Gannár Barna külpolitikai szerkesztő kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és itt már velünk Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát akkor a 6. arab-izraeli háború fegyverrendszereiről, fegyvereiről beszélgessünk, a Vaskupoláról. Én a Sufni Tuning
szót használt, amit ugye itt a szünet alatt. Mégpedig azért, mert amikor megkérdezem azt, hogy honnan van ilyen rakétájuk, milyen típusú rakétájuk van, akkor Konstantin azt a szót használta, hogy tulajdonképpen van egy rakéta, amit egy raklapra rászerelnek. Valahogy így lehet ezt elképzelni. Igen, ezt a palesztinok által alkalmazott rakéták esetében nem irányított rakétákról beszélünk, szóval ezek a legegyszerűbb rakétatípus, amik főleg vagy egykori szovjet gyártású fegyverek, amik a Közel-Keleten elterjedtek, vagy iráni tervezésűek, vagy iráni gyártásúak, és ezek hogyan kerülhetnek oda a Hamashoz. Egyik részről vannak, amik készen érkeznek, mondjuk úgy, ezek főleg a csempészalagutakon, korábbi háborúkban megmaradva, és vannak ez a úgynevezett lapra szerelt kiszerelés, ahol vagy az iráni tervrajzokat kapják meg, és a tervrajzok alapján helyben szerelik össze ezeket a, és gyártják le ezeket az eszközöket, vagy pedig az történik, hogy a rakétának az alkatrészeit sokkal kompaktabban átcsempészik egy akár Egyiptom felől, akár máshonnan a csempészalag utakon, és helyben rakják össze, szó szerint IKEA bútorszerűen, hogy Yusuf ott az alaksorban összehegeszti ezeket a rakétákat, és mivel ezek egy viszonylag egyszerű konstrukciójúak, emiatt sokkal könnyebb őket tömegesen gyártani és tömegesen felhalmozni. Ilyeneket láthatunk például a szíriai polgárháborúban, vagy Jemen esetében, ahol a jemeni húszik ugyanezt a taktikát alkalmazták. Beszéljünk egy kicsit ennek a célzásáról is, mert szerintem ez is nagyon fontos, emellett, hogy nevezzük Sufni Tuninnak, hogy amikor kilőnek Palesztinából egy ilyen rakétát, akkor csak körülbelül a város tudják meghatározni, hogy oda fog esni? Mivel nem irányított rakétákról beszélünk, amiknek a gyártási minősége is, illetve az alapvető pontossága, ami a konstrukcióból ered, mondjuk úgy, hogy nem a legnagyobb, emiatt igen, főleg területcélok ellen lehet ezeket alkalmazni, viszont az az előnye megvan, hogy mivel tömegesen indítják, emiatt túl lehet vele terhelni vaskupola légvédelmi rendszert, mivel minden légvédelmi rendszernek van egy bizonyos határa, egy felső limitje, hogy mennyi beérkező célpontot képes elfogni. És ezt használják például ki azzal az alkalmazott taktikával, hogy indítanak tömegesen rakétákat, mondjuk több hullámban, és az elsőként az ilyen régi, semmire nem jó rakéták, azok lefogják a légvédelemnek a kapacitásait, és tényleg a modernebb, pontosabb beérkező rakéták ezen a nyitott résen át tudnak slisszanni a kijelölt célpontra. Ugyanezt a taktikát láttuk mellesleg az orosz-ukrán háborúban, ahol hogyan alkalmazta Ukrajna a HIMARS rakétákat, ugyanazt láttuk, hogy a régi szovjet már kivonásra ítélt rakétakészletet előtték, és akkor ez az orosz légvédelemnek a kapacitásait lefogta, és ennek a mentén érkeztek be a tényleges HIMARS rakéták, amik a valós rombolást véghez vitték. Beszéljünk erről a vaskupola rendszerről. Ugye ez nagyon érdekes, Ukrajna szerette volna ezt Izraeltől kvázi megszerezni, vagy szerette volna kölcsönkérni, pontosan emiatt a nagy hatótávolságú rakétáknak a kivédése miatt, de ezt akkor Izrael nem bocsájtotta oda, nem adta oda nekik, nem adta oda Ukrajnának, és ez tulajdonképpen megnehezítette az ukrán védekezést és védekezési rendszert. Izrael sajnos most nem tudta a vaskupolát kihasználni. Ez annak köszönhető, amit itt az előbb említett, hogy nagyon sok rakéta indult el, és sok rakéta zúdult gyakorlatilag Izrael elsősorban először déli részére, és ezt nem tudta lekövetni a vaskupola rendszer, ez volt a gond, vagy csupán az, hogy egy még váratlanul történt ez az egész támadás? Inkább az volt a probléma, ez a túlterheléses támadás, a légvédelmi rendszerek esetében a legegyszerűbb módszer a légvédelmi rendszerek kijátszására az a túlterhelés. Ez történhet akár drónokkal, történhet az említett módon a tömeges rakétaindítással, de történhet az időzítéssel is, mivel ezeknél például a vaskupolánál is vannak indító állások, amiben van x darab rakéta, és az x darab rakéta kifogy, akkor a javadalmazás cserélni kell. Ez viszont egy több perces folyamat, és akkor is lehet úgy indítani a rakétákat olyan intervallummal, hogy pont abban az idősáv érkezenek be a rakéták, mikor maga a indító állás nem működőképes. Ezt láttuk például Szíriában is, amikor a damaszkuszi reptér környékét érte támadás, akkor is a
a felvételeken jól látszódott, hogy a pancír légvédelmi rendszer az pont újra töltés alatt állt, és akkor érte, akkor lőtték ki azt a légvédelmi rendszert, és véletlenül itt is sok esetben azért tudott a túlterhelésen túl áttörni ezen a légvédelmi pajzson, áttörni ezek a rakéták az izraeli légvédelmi pajzson, mivel pont abban az idős tartamban, idős sávban érkeztek be, amikor a egyes indítók épp újra töltés alatt álltak. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogy is működik ez a vaskupola tulajdonképpen, de akkor ez műholdas alapon működik, vagy hogy határozza meg a célt? Alapvetően ezek a rendszerek radarok alkalmazásával derítik fel, illetve vezetik célra az elfogó rakétákat. Vannak külön felderítő radarok, amik folyamatosan pásztázzák az adott légteret a esetleges célpontok iránt, és vannak a tűzvezető radarok, amelyek meg kifejezetten az elfogó rakétákat vezetik célra, illetve vannak olyan rakéták, amik önirányításúak, amik nem igényelnek rávezető radart, ilyen például a NESAMS rendszernél, amit a honvédség is rendszeresített, hogy aktív önirányítású rakéták vezetik saját magukat célra, szóval itt többféle lehetőség van a célra vezetése. És attól olyan jó ez az egész rendszer, attól vágyik rá Ukrajna is például, hogy nagyon nagy a hatékonysága? Itt egyrészt a hatékonyság is kérdés, meg az, hogy mekkora számú célpontot tud elfogni. Szóval itt Izrael a saját tapasztalatai alapján pont az ilyen típusú támadásokra készült fel, ahol tömegesen indítanak a palesztinok vagy egyéb környező szervezet rakétákat izraeli területre, és akkor ez azt jelenti, hogy a vaskupola főképp nagyobb számú elfogó rakétával dolgozik, több indítóval, nagyobb számú beérkező rakétát tud kezelni, és mivel az ekkor indított rakéták nem hiperszónikus rakétákról kell beszéljünk, mint például a Kinzsál esetében, nem szuperszónikus, szóval viszonylag egyszerűbb kialakítások, emiatt az elfogó rakéták is olyan képességűek, hogy ezekhez vannak adaptálva. Azt ugye tudjuk, hogy Izraelnek gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok biztosít majd fegyvereket a jövőben, legalábbis ugye ezt kommunikálják, sőt fel is tűnt, ezt beszéltük is Somkuti Bálinttal egy repülőgép hordozó Izrael környékén, ugye a Hamas rögtön azt mondta, hogy ez agresszió az Amerikai Egyesült Államok részéről, de honnan lesz az arab terroristáknak utánpótlása ezekre a fegyverekre, pláne ugye ez esetben, amikor tudjuk azt, hogy nekik nincsenek ilyen nagyon komoly, mondjuk nyugati típusú fegyverrendszereik? Egyrészt vélhetően az elmúlt két évben, ha a legutóbbi konfliktus nézzük, a 2021-es konfliktus nézzük, akkor az elmúlt két évben a Hamas, illetve az iszlám dzsihád tömegesen halmozott fel mind rakéta, mind drónkészleteket. Másik oldalról kérdés az, hogy a sínai félsziget irányából hogyan tudnak működni ezek a csempészalagutak, mivel ha a sínai félszigetet nézzük, ott is jelentős a terrortevékenység, és az egyiptomi kormányzat nem tudja 100%-osan kontrollálni ezt a területet, de vélhetően limitáltak a lehetőségei a Hamasznak, illetve az iszlám dzsihádnak, és kérdés az is, hogy Izrael amennyiben szárazföldi támadást indít a gázai övezet ellen, vitelezi ezt ki, és hogyan történik meg, mert nagy valószínűsége elsődlegesen az egyiptomi határ elvágása cél, és ezt követően viszont gyakorlatilag semmi lehetősége nincs a palesztin erőknek a fegyver utánpótlásra, illetve ha azt nézzük, hogy közben az elektromos áramot, az üzemanyagellátást, a vízellátást is lekapcsolta Izrael, így igazából csak időkérdése az, hogy mikor fogynak ki minden értelemben a készletek Gázában. És kérdés az, bocsánatban, hogy az emberállománnyal mi a helyzet, azt hogyan tudja majd mondjuk a terrorista csoport pótolni, vagy honnan tudja pótolni? Itt más a helyzet, mint például Ukrajnában, itt nincs szükség olyan képzett személyzetre, mint például egy ukrán ellentámadásnál, hogy tényleg gépesített harcászathoz értő személyekkel lennének. Itt tényleg mondhatjuk azt, hogy aki tudja a Kalasnyikovot kezelni, azt már ki is lehet küldeni a mondjuk úgy frontra. Izrael mennyit bírhat ebből? Most arra gondolok, hogy van a gázai övezet, ahol most elképzelhető, ugye, hogy szárazföldi műveletet fognak indítani, de közben
nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mi van a libanoni határon is, mi van a szír határon is, azért, és még lehet, hogy más dologra is kell majd Izraelnek figyelni, egyelőre még nem tudjuk ezeket. Izrael mit bír? Itt, izraeli hadsereg, pontosan. Igen, itt elsősorban azt is meg kell nézni, hogy mik a célok, és most Izrael esetében egy olyan támadás érte Izraelt, ami az elmúlt 50 évben, ha pontosan a Jom Kifúri háború végét nézzük, amilyen kihívás nem érte még az államot, és itt most tényleg jelentős részben Izraelnek a fennmaradása a kérdés, és emiatt Izrael nem teheti meg azt, hogy visszatáncol mondjuk egy nagyobb offenzívától. Itt tényleg miután az állam hosszú távú fennmaradása a kérdés, emiatt az izraeli haderő is mondjuk úgy, hogy nagyobb szabad kezet kap, és azt is látjuk, hogy 300 ezer tartalékos már felsorakoztatott az izraeli haderő, és persze kérdés az, hogy mi fog történni akár a szír, akár a libanoni határon, de azt látjuk, hogy a Hezbollah eddig főképp inkább sajtóközleményekre, illetve kisebb-nagyobb szimbolikus támadásokat hajtott végre, de nem valószínű jelen helyzetben az, hogy tényleg átfogó kétfrontos háborút kelljen Izraelnek megvívnia, vagy az, hogy olyan háborút kelljen vívnia Libanonban, mint ami történt 2006-ban. Itt én úgy vélem, a másik részről pedig Szíriában, miután az Assad rezsim sem sincs a legjobb állapotban, így a Golán-fennsík esetében maximum kisebb-nagyobb összecsapások várhatóak, és úgy vélem, hogy ha a jelen állapot szerint folytatódik a konfliktus, akkor az szinte kizárólag Gázára fog koncentrálni, és a Libanon esetében inkább ilyen, ahogy az ukrajnai háborúban szoktuk mondani, pozícióharcok lesznek, hogy nem fognak átfogó műveletek megindulni a libanoni határ esetében. Hideg Kuti Konstantinnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm. Egy érdekes hír felmerült, ugyanis nyugati fegyver került a Hamász kezébe. Hogy hogyan kerülhetett az ukrajnai harcszíntérről ez a terroristáknak a kezébe? Ezzel kapcsolatban az ukráni védelmi miniszter magyarázkodik. Erről kérdezzük most Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Hát mit magyarázkodik a védelmi miniszter, illetve hogyan magyarázza ezt az egybeesést? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, az ukrán védelmi minisztérium felderítési főosztálya tegnap egy nyilatkozatot tett közzé, amiben reagálnak Maria Zaharova és Dmitri Medvegyev szavaira. Ugye az orosz külügyi szóvívő és az orosz nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője azt állítja, hogy a Hamász kezében olyan fegyverek vannak, ami az ukrajnai harcszintérről nyilván alvilági fegyvercsempészek közreműködésével kerülhetett a palesztin terroristák kezébe, és ezzel támadták Izraelt. A hivatalos ukrán álláspont, amit a védelmi minisztérium ebben a nyilatkozatban megfogalmaz, az, hogy egy nagyszabású orosz titkosszolgálati provokációról van szó Ukrajnával szemben, hogy ezt a narratívát, ezt az állítást az oroszok megpróbálják terjeszteni a nyugati médiában, miközben az ukráni védelmi minisztérium felderítési ügyosztálya úgy értesült, hogy ezek olyan fegyverek, ami a Hamász kezébe kerülhettek, ami esetleg valóban az ukrajnai harcszintérről származik, de ezeket az oroszok zsákmányolták, ezeket az amerikai és az EU-ban gyártott fegyverkészleteket, és Irán közreműködésével adhatták át a terroristák kezébe, hogy így Ukrajnát befeketítsék a nyugati közösség előtt, és mindenek előtt Oroszországnak ezekkel az állításokkal az lehet a célja, hogy végleg elzárja a pénzcsapokat, és végleg befejeződjön az Ukrajnának nyújtott nyugati fegyverszállítmány. Tehát ez a hivatalos kijevi magyarázat ennek kapcsán. Aztán Volodymyr Zelenszkijt is olvasni sajtóban sok mindent mondott az ukrán elnök, de egyet kiemelnék, Oroszország Irán támogatásával buzdította Hamászt. Mit jelent ez pontosan, vagy mit mondott az ukrán elnök erről?
Igen, egyik videóüzenetében beszélt erről Volodymyr Zelenszky, és arra emlékeztet, hogy ugye a háború kirobbanása óta Oroszország és Irán között nagyon szoros kapcsolatok vannak, Irán különböző fegyverekkel és egyéb készletekkel támogatja Oroszország Ukrajna ellen vívott háborúját. Kijev szerint, Volodymyr Zelenszky államfő szerint ez a kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy most Oroszország Iránt használja fel arra, hogy a Közel-Keleten egy ilyen súlyos válságot, háborút robbantson ki, hiszen Oroszországnak az a célja, hogy az orosz-ukrán háborúról elterelődjék a figyelem, és ugyan konkrétan Irán nem vállalta felelősséget, de azzal, hogy gyakorlatilag gratulált, vagy jóváhagyólagosan nyilatkozott a Hamász-Izrael elleni támadásáról, emögött az ukrán állami vezetés orosz befolyást, orosz szálat lát, és legfőképpen Oroszország érdeke, hogy Izraelben háború legyen, ezáltal is csökkentve az ukrajnai háború iránti figyelmet, és elnehezítve, megnehezítve az ukrán fél védekező képességét, a nyugati finanszírozást. Itt megegyezném, Ukrajnában most, amióta szombat reggel kitört ez az izraeli háború, mindenki azzal van elfoglalva, hogy mi lesz Ukrajnával, lesz elegendő pénz, hiszen látjuk, hogy így is az Egyesült Államokba ideiglenesen elzárták a pénzcsapot, és a nyugat részéről sem olyan intenzitású a támogatás, mint korábban volt, úgyhogy az elnöki iroda ennek nyomán a fősodratú ukrajnai médiában megpróbál nyugtatni. Az a narratíva, hogy mindenki nyugodjon meg, a nyugat nem fogja elengedni Ukrajna kezét, és itt idézik az Európai Bizottság egyik szóvivőjét, Erik Mámert, aki azt nyilatkozta, hogy az izraeli háború, illetve bármilyen más nemzetközi felfordulás sem terelheti el a figyelmet Ukrajnáról, és az Európai Unió minden körülmények között eleget tesz az ígéreteinek, tehát továbbra is euró milliárdokkal fogja támogatni Ukrajnát. Ezt a nyilatkozatot veszi át az ukrán média, illetve abban is nagyon reménykednek itt Ukrajnában, hogy Washingtonban már belengedték, hogy Izrael megsegítésére megszavazhatna a törvényhozás egy nagyobb katonai és akár anyagi pénzügyi segélycsomagot, és ebbe belekerülhet Ukrajna, hiszen tudjuk, hogy előzőleg az ideiglenes amerikai költségvetésből ugye Ukrajna kikerült, hogy így visszakerülhet az Ukrajna, és így Ukrajna megkaphatja azt a pénzt, amit ideiglenesen Washingtonból, belpolitikai okokból elzártak. Úgyhogy próbálják a helyi lakosságot, a helyi közvéleményt is nyugtatni, és azt a narratívát sugározni, hogy az izraeli háború nem lesz hatással az Ukrajnának nyújtott fegyver és anyagi segélyezésre. Ugyanakkor az emberek azért figyelve az izraeli eseményeket, figyelve azt, hogy egy-két nap alatt Ukrajna kikerült a nemzetközi hírek vérkeringéséből, azért eléggé aggasztóan figyelik a várható fejleményeket Ukrajnára vonatkozólag. Tehát Gyuri, az ukrán narratíva az az, hogy továbbra is megmarad a nyugat-európai támogatás Ukrajna számára. Ha jól értem, hogyha ez megmarad, akkor Ukrajna továbbra is úgy kezeli, hogy ez a háború folytatódik a támogatásokkal, a fegyverrendszerekkel, nyilván pénzzel, és gondolom az erőszakos mozgósítással is. Igen, Ukrajna egyelőre továbbra is változatlan állásponton van, tehát továbbra is a hivatalos célok változatlanok, Donbass visszaszerzése, a 91-es határok visszaállítása. Ugyanakkor némely ukrán ellenzéki politikusok már arról is szólnak, hogy jó lenne szembenézni a valósággal, a mozgósítás nehézségeivel, azzal a ténnyel, hogy önszántából egyre kevesebben állnak katonának, és szinte napról napra jelennek meg olyan új videók, ahol sajnos azt látjuk, hogy a hat kiegészítő munkatársai, toborzó tisztek fizikai erőszakot alkalmaznak a mozgósítottakkal szembe. Pár nap leforgása alatt Ternopilból két ilyen videót lehetett látni, az egyiken egy mikrobuszba erőszakkal tuszkolnak be egy fiatal embert, aki megpróbál ellenállni, de a túlerő, a hat kiegészítő három munkatársa egyszerűen a fizikai túlerőt alkalmazva végül is betuszkolja a kézzel-lábbal küzdő illetőt a mikrobuszba. Egy ternopili laktanyában az ágyon fekvő két mozgósítottat vernek meg a hat kiegészítő munkatársai. Csernovicba szintén a rendőrségi munkatársak jelenlétében pofoznak föl egy mozgósítottat, aki nem volt hajlandó
hajlandó aláírni azt a dokumentumot, hogy kész bevonulni a seregbe. Ezekre természetesen vannak reakciók, az állami nyomozóiroda, a katonai ügyészség is minden esetben eljárást indít, amikor a nyilvánosság elétárnak hasonló, sokkoló felvételeket, ugyanakkor mondani sem kell, ezek a megbotránkoztató felvételek a harci morált jelentősen csökkentik, Ukrajnában is nagyon rossz színben tüntetik föl, és hát egykori politikusok is közrejátszanak ebben, nyilván a kapcsolatrendszerük révén hozzájutnak ilyen eddig titkolt videókhoz, és egyre többet tárnak az internetes média felületekre ezekből, ami után rendre nagy botrány kerekedik itt Ukrajnában, és hát társadalmi elégedetlenség sok esetben. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked mára. Fekete Győr András és Bajnai Gordon lehetséges, hogy arról egyeztetett, hogy a datadatot hogyan tudnák ismét igénybe venni, de a demokratikus koalíciónál is felmerül a gyanú, hogy adatbázist építenek, mivel a legújabb kiadványuk eléréséhez regisztrálni kell a DK weboldalán, és személyes adatokat is meg kell adni, ehhez kapcsolódik mai kérdésünk. És ez így hangzik, hogy folytat-e adatbázis építést a baloldal az önkormányzati választások előtt, a képernyőn láthatják ott a kérdés. Mondom a telefonszámot 06 33 44 46 90. A hírtelevíziós applikációban is tudnak szavazni, SMS-eket várunk, tudják, erre a telefonszámra. A paláverik tudnak szavazni, a paláverben pedig majd kihirdetjük a végeredményt. Még egyszer a kérdést, folytat-e adatbázis építést a baloldal az önkormányzati választások előtt? 06 33 44 46 90. Hírtelevíziós applikációban szavazzanak, küldjenek SMS-eket délutánig a paláverik, eredményhirdetés a paláverben lesz.